Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az elmúlt hetek legnagyobb horderejű nemzetközi eseménye az Egyesült Államok afganisztáni kivonulása volt. A katonai szuperhatalom feladta a tálibok elleni harcot, és szövetségeseit is meglepve, villámgyorsan sorsára hagyta az országot. Ma ismét káosz és polgárháborús állapotok uralkodnak Afganisztánban. A legtöbb elemző szerint a tálib uralom alatt az ország ismét az iszlamisták és a terroristák melegágyává válik. És már is tízezrek hagyták el az országot és indultak meg Európa felé. Látjuk azt is, hogy az afganisztáni helyzet nélkül is erősödött idén Európában a migrációs nyomás. A balkáni migrációs útvonal újra megtelt, a migránsok bejutását a sorosféle NGO-k pénzzel és szervezési segítséggel továbbra is támogatják. Ezt mi, magyarok is tapasztaljuk a határainknál. Ugyanis hazánkban is aggasztó mértékben emelkedik az illegális határátlépési kísérletek száma, és növekszik az embercsempész hálózatok aktivitása is. Az elmúlt évvel összevetve megsokszorozódott az illegális bevándorlási próbálkozók száma. 2020. szeptember közepéig 22.000 határsértőt tartóztattunk fel. Idén ez a szám már 73.617 fő. Jelentősen nőtt az elfogott embercsempészek száma is. Idén szeptember 15-ig már 719 volt a lebukott embercsempészek száma, ami háromszoros emelkedést jelent 2020-hoz képest. A tendencia egyértelmű, félő, hogy Magyarországnak fel kell készülnie egy újabb, akár a 2015-ös illegális bevándorlás során tapasztalt migrációs hullámra is. Ugyanakkor megnyugtató, hogy a határkerítés áll, a jogi határzár szigorú szabályai továbbra is érvényben vannak. Számíthatunk rendőreink és katonáink példás szolgálatára is, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy garantálják hazánk stabilitásának, szuverenitásának és biztonságának fenntartását. Köszönjük áldozatos helytállásukat, szolgálatukat! Tisztelt Ház! A nemrég lezárult nemzeti konzultáció eredményeiből is világosan látszik, hogy a kormány továbbra is számíthat a magyar emberek támogatására az illegális migráció elleni küzdelmében is. 1.423.000-en töltötték ki a nemzeti konzultáció kérdőíveit. A válaszadók 98%-a egyetért azzal, hogy a járvány utáni két évben járványügyi migránstropra van szükség, és teljesen le kell zárni a határokat a migránsok előtt, mert újabb vírusmutációkat hurcolhatnak be Magyarországra. Még ennél is nagyobb, 99%-os az egyetértés abban, hogy továbbra sincs szükség a migránsok kötelező szétosztására, és hogy nem lehet rákényszeríteni a migránsokat egyetlen országra sem. Tisztelt Ház! Az ellenzék sajnos szokás szerint ezt a nemzeti konzultációt is támadta. Emlékezünk, nem volt olyan nemzeti konzultációban, amely ne szálltak volna bele páros lábbal. Támadták még a családokról szóló konzultációt is, sőt, egyes képviselők odáig mentek, hogy nyíltan összetépték a konzultációs éveket. Ami ennél is felháborítóbb és veszélyesebb, hogy a konzultáció mellett az illegális migráció elleni védekezést is folyamatosan támadja az egész baloldal. Sőt, továbbra is nyíltan bevándorláspártiak. Gyurcsányék folyamatosan bírálják a határvédelmi intézkedéseket, lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat. Nagyon úgy fest, hogy a baloldalon nem akarják tudomásul venni, hogy a magyarok már egyszer nemet mondtak a bevándorlásra. Jól emlékszünk, amikor Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta, hogy Magyarországnak kifejezetten javára válna, ha befogadná a bevándorlókat. És látjuk, hogy a baloldalon semmi nem változott. Pár hete Karácsony Gergely bukott le, mikor egy német liberális magazinnak azt nyilatkozta, hogy ők továbbra is bevándorláspártiak, csak ezzel nem szabad kampányolniuk Magyarországon. Mi, magyarok, ebből nem kérünk. Az ilyen nyilatkozatok újra és újra bizonyítják, hogy az ország védelmét nem lehet a baloldalra bízni. A magyar emberek biztonságának garantálásához meg kell állítanunk Gyurcsányt és Karácsonyt. A kormány az illegális bevándorlás elleni harcban is számíthat a Fidesz frakcióra. Frakciónk teljes erejével a kormány mellett áll ebben az ügyben is. Köszönöm szépen a figyelmüket!
szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Egyetértek önnel abban, hogy meg kell védeni Magyarországot és meg kell védeni Európát. Az amerikai kudarc Afganisztánban egy olyan helyzetet teremtett, melynek révén akár több milliós migráns hullám is bekövetkezett az előttünk álló időszakban. Magyarország álláspontja egyértelmű. Az országokat elhagyó afgánokat a térségben kell tartani, és nem szabad Európába hozni. Hotspotokat, menekültáborokat nem az európai határokon belül, hanem azokon kívül kell létrehozni, a segítséget kell odavinni, és nem a bajt kell Európába hozni. Tisztelt ország, is ebben az évben, és különösen az utóbbi hetekben a magyar határszakaszokon is jelentősen megnőtt az illegális határátlépési kísérletek száma. Az idén már több mint 76 ezer migráns fogtak el a magyar határon, ez több mint háromszoros az egy évvel ezelőttinek. Az elfogott embercsempészek száma is meg háromszorozódott. A menekült hullám erősödése magában hordozza annak a veszélyét, hogy a tömegben terroristák, iszlámista szélsőségesek is bejuthatnak Európába. A Gyurcsány vezette baloldallal szemben a kormány a magyar emberek érdekeit képviseli, és nem engedi, továbbra sem engedi, hogy a migránsok kötelező betelepítési kvótáját ránk erőltessék. Az Európai Unióban az egyetlen megoldás a migráció kezelésére, ha visszaadjuk a kezelés jogát a tagországoknak. A magyar kormány továbbra is egyértelmű politikát folytat, nem engedjük be a migránsokat, fenntartjuk a határkerítést, és biztosítjuk a határvédelmet. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A brüsszeli vitákban is azt a határozott álláspontot képviseljük, hogy visszautasítjuk a migránsok betelepítését. A nemzeti kormány nem fogja engedni, hogy hazánkból is bevándorló országot csináljanak. Megvédjük a magyar határokat. A nemzeti konzultációra válaszolók 98%-a is elutasítja a migránsok kötelező szétosztását, és helyesnek tartja a magyar kormány migrációs politikáját. Folyamatosan erős rendőri és katonai jelenlétre van szükség a határvédelem biztosításához. Miután a migrációs nyomás a déli határon jelentősen nőni fog a továbbiakban is, ezért könnyen lehet, hogy a határvédelemre újabb erőket kell átcsoportosítani. Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy a rendőrök és a katonák együttműködnek a határok védelme érdekében, és Magyarország kormánya szükség esetén biztosítani tudja a szükséges élőerőt a magyar déli határ megvédésére, úgy, ahogy ezt korábban is megtette. És engedje meg, tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlés, hogy köszönetet mondjak a határainkat őrző rendőröknek és katonáknak. A sokszor embert próbáló szolgálatok biztosítja mindannyiunk biztonságát, és elmondhatjuk, hogy Magyarország biztonságos ország, a világ és Európa egyik legbiztonságosabb országa. A magyar határon érzékelhető migrációs nyomás és az afganisztáni események miatt a kormány fél évvel meghosszabbította a tömeg és bevándorlás okozta válsághelyzet szabályait. A kormány folyamatosan biztosítja az illegális migráció elleni fellépés forrásait. Szeretném itt is emlékeztetni a tisztelt országgyűlést, hogy a 2022-es költségvetésbe, amit a nyáron fogadtunk el, a szükséges forrásokat a kormány biztosítja. Ugye ebben az évben is megvannak erre a források, és a 2022-es évben is megvannak az illegális migráció elleni fellépésre szükséges források. Tisztelt országgyűlés, Magyarország kormánya mindig is ki fog állni a magyar emberek, a magyar haza és az európai határok védelme érdekében. Köszönöm a Fidesz frakciónak, hogy támogatja ezt a küzdelmet. Abban bízunk, hogy a jövőben is ez az összefogás eredményes lesz, és Magyarország biztonsága megmarad, és Magyarország továbbra is az Európai Unió és a világ egyik legbiztonságosabb országa lehet. Köszönöm tisztelt képviselő felszólalását.